átadták a kerékpárutat. A beruházásnak köszönhetően Nyíregyháza Tokaj között már 30 km hosszú, egybefüggő szakaszon lehet közlekedni két keréken. Iskolafelújítások. 5,3 milliárd forint értékben nyert 30 Szabolcs megyei oktatási intézmény uniós támogatást az úgynevezett Iskola 2020 programban. Népszerű a diákhitel. Az elmúlt években már több mint 380 ezer diáknak biztosítottak pénzügyi segítséget felsőfokú tanulmányaik alatt. Ünnepélyesen is átadták ma a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárutat. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Szabolcsi megyeszékhelyről induló kerékpárút 2,6 milliárd forintból épült meg. A beruházásnak köszönhetően Nyíregyháza Tokaj között már 30 km hosszú, egybefüggő kerékpárúton közlekedhetünk. A fejlesztés a Rakamaz, Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Nyíregyháza település közigazgatási területét érinti. Nyíregyházi kerékpáros egyesületekkel együtt vágták át ünnepélyesen a szalagot a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárút átadásán. Az útszakasz a Modern Városok program első jelentős fejlesztése volt, még 2014-ben született döntés a beruházásról, emlékeztetett az átadó ünnepségen a megyeszékhely polgármestere Kovács Ferenc, aki elmondta, a térség turisztikai vonzerejét is növeli a beruházás. 2017. februárjában aláírták a megvalósításra vonatkozó 5 kivitelezési szerződést a Kevész 21 ZRT és a Depóna Plus Kft-vel, amelynek összértéke nettó 2,6 milliárd forint volt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában összesen 21,5 km kerékpárút épült meg. Az utolsó szakaszt készítettük több szakaszba, hiszen a települések környékén már több szakaszban elkészült a kerékpárút. Mi ezeket kötöttük össze, illetve azokat a még hiányzó belterületi szakaszokat építettük meg összesen 8 km hosszúságba, amelyek még hiányoztak. Mostantól egybefüggően lehet a Tokaji hídtól Nyíregyházáig kerékpározni, és ahogy mondtam, 8 km új kerékpárutat építettünk, 4 hidat újítottunk fel teljes körűen, és 3 vasúti színbeli átjárót készítettünk, de biztonságos jel, fény és sorompóval ellátott átjárót készítettünk. A kormány elkötelezett az aktív szabadidős életforma mellett, erről Révész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos szólt. Az elmúlt években sorra újultak meg az országban a turistaházak, kilátók, lovasturista útvonalakat hoztak létre, és dinamikusan épültek ki a kerékpárutak is, mondta a kormánybiztos. A következő években tovább folytatódnak a kerékpárút építések több száz kilométer hosszan, mondta el. 27 nagy turisztikai szempontból is fontos szakaszt fognak összehangolni a fejlesztések során. A Budapest-Balatoni Pécs-Budapest szakasz a Duna mentén, valamint a Tisza mentén egészen Tiszabecsig tervezik összekötni és kiépíteni a kerékpáros útvonalakat. Szeretnénk, hogyha az infrastruktúra mellett a szoftver, a lelke is meg lenne a dolognak, és ezért vándortáborok szervezését is próbáljuk ösztönözni, és tárgyalásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy jövőre egy kerékpáros vándortábor útvonalat itt Szabolcs-Szatmár megyében építenénk ki. Ebben az esetben a következő évben, következő nyáron várhatóan legyen 40-50, jóval több mint 1000, 40-50 tábor és jóval több mint 1000 gyermek itt Szabolcs-Szatmár megye természeti szépségeit, kulturális örökségét fogja megismerni, és azt hiszem, hogy jó hírét fogják vinni a megyének szerte az országban. Mind a biztonságos közlekedés, mind pedig turisztikai szempontból a megyében egy Nyíregyháza, Tokaj, Tiszabecs, Nyírbátor, Mária, Pócs kerékpárútvonal. A teljes megye kerékpárútvonal hálózatát lefedné. Erről a nemzeti fejlesztési miniszter Seszták Miklós beszélt. 5,3 milliárd forint értékben nyert 30 Szabolcs megyei oktatási intézmény uniós támogatást az úgynevezett Iskola 2020 programban. Az iskola fenntartó tankerületek pályázhattak többek között tantermek korszerűsítésére és bővítésre, taneszközök beszerzésére, tornatermek építésére vagy felújítására. A 81 milliárd forintos uniós keretből az országban 400 település oktatási intézményében javulhat az oktatás infrastruktúrája.
A 2017-18-as tanévben mintegy 1,5 millió gyerek tanul köznevelési intézményekben, 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait az iskolákban, az óvodások száma pedig 314 ezer. Stabil pénzügyi fedezete van a tanévkezdésnek, ez nemrég a megyei szakmai tanévnyitó értekezleten is elhangzott. Többet fordítunk oktatásra. Azt lehet mondani, hogy a nemzeti jövedelem 5,2%-át, ami a közép-európai régióban az elsők között van, Lengyelország éri el ezt az arányt, és az Unióban is nagyon jó helyen van, mert az uniós átlag 4,9%. Tehát, hogyha ezt az oldalát nézem, akkor rendben van. Ha a tanévkezdésnek a szülői oldalát nézem, akkor igyekeztünk a terheket minél kisebbre csökkenteni, vagy levenni a szülők a családok válláról. Ebben a tanévben mintegy 1 millió gyerek ingyen kapja meg a tankönyveket, az ingyenes étkeztetésre pedig 79 milliárd forintot fordít a kormány, mondta el az országgyűlési képviselő. Az iskolák infrastruktúráját és taneszközfelszereltségét uniós támogatásból is fejlesztik. 59 tankerület pályázhatott a forrásra. A 81 milliárdos program 400 településen jelentősen javítja majd az iskolai körülményeket. Az iskolák 20-20 program egy uniós forrás, amely az infrastruktúrális feltételeket javítja, tanterem korszerűsítés, iskolabővítés, iskolafelújítás, vagy éppen vannak olyanok, amelyek hátrányos helyzetű térségekben az iskolai terek infrastruktúrális fejlesztését jelenti. Tehát ez két pályázati lehetőség volt. A tankerületek itt a megyében úgy tájékoztattak, hogy aktívak voltak a pályázatoknál, és mintegy 5,3-5,4 milliárd forint értékben pályáztak iskolák infrastruktúrának fejlesztésére, és ez körülbelül a megyében 30 intézményt érint. A tantárgycentrikus oktatás helyett a műveltségi területek oktatását erősíti tovább az új nemzeti alaptanterv. Az iskolának felkészült kreatív diákokat kell nevelnie, az idegen nyelvoktatás és a digitális kompetencia fejlesztés kiemelt területe lesz az új NAT-nak. A 9 évfolyamos általános iskola terve további egyeztetések előtt áll. Összesen 14,1 milliárd forintot utalt a hallgatóknak a Diákhitelközpont 2016-ban. Az elmúlt években már több mint 380 ezer diáknak biztosítottak pénzügyi segítséget felsőfokú tanulmányaik alatt. A Diákhitelnek nincs rögzített futamideje, azonban minden diáknak el kell kezdeni a törlesztést 4 hónappal az utolsó aktív tanulmányi fél év befejeztével. Komoly pénzügyi terhet jelenthet a felsőoktatás a diákok és szüleik számára. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés féléves tandíja 100 ezer forint fölött van. Ennek teljesítésére vagy lakhatás és egyéb kiadásokra sokan igényelnek diákhitelt. A Diákhitel Központ az elmúlt évek alatt már több mint 380 ezer hallgatónak biztosította a pénzügyi segítséget. Csak 2016-ban összesen 14,1 milliárd forintot utalt a diákoknak. Jelentős részét októberben és márciusban, a fél évek kezdetekor. Két konstrukció közül választhatnak a hallgatók. A diákhitel egyet saját célra, szabadon felhasználhatják. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum havi 50 ezer forint lehet. A diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár az 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzéstandíját is hitelezi a központ. Mindkettő esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. A diákhiteleket minden hónap 15. napjáig lehet igényelni. Az első szemeszterben és a második szemeszterben is 5 alkalommal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első hiteligénylési időpont, amire most a diákoknak, a hallgatóknak készülni kell, az szeptember 15-e. Aki eddig az időpontig leadja a diákhitel igénylését, ő az azt követő hónap közepén, október 15-én tud hozzájutni a megigényelt diákhitelhez. A visszafizetéseket minden diáknak felszólítás nélkül, az utolsó aktív fél év után 4 hónappal kell kezdeni. A diákhitelnek nincs előre rögzített futamideje, a törlesztés attól függ, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik majd az adós. De a diákok díjmentesen előtörleszhetik a hitelt akár már az egyetemi évek alatt is. Az első 2 évben a mindenkori minimálbérnek meghatározott százalékát, szabad felhasználású diákhitel esetében 6,
a kötött felhasználású diákhitel esetében pedig attól függően, hogy korábban mekkora hitelt vett föl az adós, 4-11% közötti összeget kell fizetni. A harmadik évtől pedig úgynevezett jövedelemarányos törlesztés lép életbe. NAV-tól megkapjuk a hallgatónak a 2 évvel korábbi bruttó keresetét, és ennek az összegnek szintén az előbbiekben elsorolt százalékának megfelelő összeget kell fizetni. A Diákhitelközpont adatai alapján az adósok 70%-a minden hónapban az előírtnál nagyobb összeget törleszt, hogy ezzel is csökkentse a futamidőt. Ez szintén díjmentesen tehetik az adósok, ahogy az egyösszegű végtörlesztést is. A nyugdíjasok 74%-a sértőnek érzi Vona Gábor kijelentését, közölte Kovács Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője egy közvélemény kutatás eredményére hivatkozva. A Máté Szalkai sajtótájékoztatón az is elhangzott, a mostani nyugdíjasok sokat tettek Magyarországért, ezért bármilyen kampányidőszaktól függetlenül így nem lehetne róluk nyilatkozni. Az országgyűlési képviselő Vona Gábor szólította fel bocsánat kérésre, ha ő nem teszi meg, akkor pedig a helyi jobbikosokat kéri erre. Ha ezt nem teszi meg, akkor felszólítjuk Apáti Istvánt, aki az országos alelnök volt, és szóvivő helyettes, hogy tegye meg Vona Gábor helyett, hogyha ő fontosnak tartja Máté Szalkán és a Máté Szalkai választókerületben élő nyugdíjasokat, vagy akár Katona Péter, aki Máté Szalkai képviselőtestület tag, a Jobbiknak, úgy tudom, a regionális igazgatója, tegye meg a pártelnökük helyett, hogy kérjen bocsánatot, mert ezek sértő szavak, ezt nem mi mondjuk, közvéleménykutatás szerint a nyugdíjasok érzik sértve magukat. Kutyával ütközött egy robogós szerda este Antalbokorban. A férfi hazafelé tartott, amikor a 36-os főúttól nagyjából 300 méterre egy kutya futott eléje, és a robogós neki ütközve felborult. A sérültet a mentő kórházba szállították, a sebesült kutyát is el kellett látni. A rendőrség a felelősség kérdését eljárás keretében vizsgálja. Izgalmas beszélgetésen találkozhatott a nyíregyházi közönség Benedek Miklóssal, a Vidor Fesztivál zsűri elnökével. Hogy miről is esett szó, arról hamarosan beszámolunk. Előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A legutóbbi 3 mérkőzésen a lehetséges 9 pontból 2-t szerzett a Nyíregyháza Spartakusz, amely a 6. fordulóban Kazincbarcikán játszott 2-2-es döntetlent. A tabellán jelenleg 4. helyen álló Spari szombaton a Grosics Akadémia csapatát fogadja, a cél a 3 pont megszerzése. Vereséggel kezdte a bajnokságot, majd 2 mérkőzés nyert egymás után a Tarpa a labdarúgó megyei első osztályban. A Márton István által irányított együttes így 6 ponttal a tabella 5. helyén várja a folytatást. A Tarpa szombaton a listavezető Nyír Gyulaj otthonában lép pályára. Izgalmas beszélgetésen találkozhatott a nyíregyházi közönség Benedek Miklóssal, a Vidor Fesztivál zsűri elnökével. A művész mesélt pályája legfontosabb állomásairól, osztályairól a Színművészeti Egyetemen, édesapjáról, akitől a szakma szeretetét örökölte, és persze fiairól is. Ettől az évtől Benedek Miklós a Vidor zsűriének elnöke. A művészt a fesztivál közönsége az elmúlt években többször is láthatta a versenyprogram előadásaiban, egyebek mellett a Napsugárfiúkban és a Nagy Négyesben. 2013-ban életműdíjat kapott. A beszélgetésen Sedjánszky Nóra dramaturg segítségével ismerkedhettek meg a nézők, a művész pályájával, a Katona József Színház alapító tagjával, aki közel 200 produkcióban vett részt. Ma is aktív, játszik és rendez. Benedek Miklós szerint a jó végjátékhoz kell egy nagyon jó darab, egy jó rendező, szív, lélek és humorérzék. A zsűri elnöke úgy véli, hogy nem könnyű komédiát játszani. Nagyon sok végjátékot játszottam 50 év alatt, és hát bizony nagyon megszenvedtünk sok helyen a végjátékkal. Én azokat szeretem, amik ugye egy kicsit olyan fekete humoros vígjátékokkal. Jót lehet nevetni, de egy kicsit azért úgy elfacsarodik az ember. A zsűrinek Benedek Miklós mellett tagja a Móri Zsigmond Színház művésze Széles Zita, és 4 a közönség képviseletében. Egy bankár, egy ügyész, egy nyugdíjas hölgy és egy gimnazista. A zsűri elnök szerint nagyon izgalmas, ahogyan a civilek vélekednek az előadásokról. Mivel nagyon sok előadás van, ugye 16 körül, ha jól tudom. Hát, hogy el ne felejtsük az elejét, ezért mindig minden nap az előző napot megbeszéljük.
tehát leülünk este 6 órakor, tehát előadás előtt egy órával, és az előző esti két darabot átbeszéljük, hogy kinek hogy tetszett, kinek melyik színész tetszett, melyik színésznő, tehát mindent átbeszélünk, amit egy ilyenkor kell. A beszélgetés végén érkezett a hír, hogy 92 éves korában elhunyt Makk Károly, Kossuth-díjas filmrendező, aki éveken át volt a Vidor Fesztivál zsűriének elnöke. A legutóbbi három mérkőzésen a lehetséges 9 pontból 2-t szerzett a Nyíregyháza Spartacus, amely a 6. fordulóban Kazincbarcikán játszott 2-2-es döntetlent. A tabellán jelenleg 4. helyen álló Spari szombaton a Grosics Akadémia csapatát fogadja. A cél a 3 pont megszerzése. 3 győzelemmel a Budafok, a Budaörs és a Gyirmót elleni sikerrel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus, a következő 3 fordulóban viszont csak 2 pontot szerzett Lucsánszky Tamás együttese. Dorogon 3-0-ás vereséget szenvedett a Spari, majd 2 döntetlen következett, a Soroksárral 1-1-re, a legutóbbi fordulóban a Kazincbarcikával pedig 2-2-re végeztek a nyíregyháziak. A vezetőedzőt leginkább az bosszantja, hogy utóbbi 2 meccset a játék képe alapján meg kellett volna nyerni a csapatának. Magyarázat nyilván találhatnék a sérültekkel is, meg a koncentrációjányával, elsősorban a koncentrációjánya, és a másik nagyon fontos dolog, amit a játékosoknak meg kell végre érteniük, hogy ugyan versenyben vagyunk, de egy-egy mérkőzésre kell koncentrálni és fókuszálni, és nem azt kell számolni, hogy hogy van, mint van. Ugye, és ez csak az utolsó 3 fordulóra tartozó történet, tehát addig nekünk tenni kell a dolgunkat mérkőzésenként. Így gondolom, hogy az utóbbi 2 mérkőzésen mind a 2-szer vezetett a csapat, meg kell tudni őrizni, azt gondolom. Sőt, Kazincbarcikán 2-szer vezettünk, úgy vittek el, vagy úgy énekeltek ki a szánkból 4 pontot, vagy a sajtot, hogy tulajdonképpen a 16-osunkon belül 2 mérkőzés alapján nem jártak az ellenfelek. Ez azt gondolom, hogy egyértelműen koncentrációs probléma, illetve hát nyilván foglalkoznunk kell azzal, hogy ezeket a szituációkat hogy tudjuk hatékonyabban hárítani és védeni. Rezes László, aki eddig 3 góllal és 2 gólpasszal segítette csapatát, bízik abban, hogy a Grosics Akadémia ellen megszerzik majd a 3 pontot. Nyilván örülök neki, persze, hogy örülök neki. Gólokban még talán 1-2-t még vártam volna magamtól ezelőtt a 6 meccs alatt. Nyilván nincs rossz kedvem ezért, mert ez nem így sikerült. De persze azon vagyok, hogy a csapat nyerjen, mindegy, hogy kirúgja a gólt, de hogy sikeres legyen a csapat. A Nyíregyházára 2 év szünet után visszatérő Pekár László a Spari eddig szerzett 8 góljából 7-ben szerepet vállalt. Hosszú kihagyás után érkeztem Nyíregyházára, mert ugye volt egy sérülésem korábban, de ez már a múlté. Hát úgy gondolom, hogy 6 meccs alatt 2 gólt rúgtam és adtam 5 gólpasszt, ez jó. A Nyíregyháza Spartacus Grosics Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Gyirmót Soroksár, Szolnok Mosonmagyaróvár, Budaörs MTK Budapest, Budafok Sopron, Vác Győr, Ceglét Kisvárda, Dorog Kazincbarcika, Békés Csaba Zalaegerszeg és Csákvár Siófok. Vereséggel kezdte a bajnokságot, majd 2 mérkőzést nyert egymás után a Tarpa a labdarúgó megyei első osztályban. A Márton István által irányított együttes így 6 ponttal a tabella 5. helyén várja a folytatást. A Tarpa szombaton a listavezető Nyír Gyulaj otthonában lép pályára. Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Tarpa, amelyet a szakemberek a mezőny első felébe várnak a bajnokság végén. Az első mérkőzésen hazai pályán 2-0-ás vereséggel szenvedett a Barkánytól a Márton István által irányított együttes, aztán viszont 2 győztes meccs következett. Vásárosnaményban 3-2-re nyertek a tarpaiak, a legutóbbi fordulóban pedig a Fehérgyalmat ellen szintén 3-2-re győztek Illés Gyuláék. Így jelenleg 6 ponttal az 5. helyen áll az újonc. Azt tudni kell, hogy a csapat az megye 2-ből érkezett, ahol sem a mérkőzések, sem az iram nem készítette fel a csapatot arra, hogy a megyei első osztályban helytálljon. Ezen dolgoztunk egész felkészülés alatt, magasabb osztályú csapatok ellen játszottuk az edzőmérkőzéseket.
szerintem olyan minőségű edzésmunkát végeztünk a nyáron, amiből még egy kicsit későn is frissültünk ki, sőt még most is azt mondom a csapatra, hogy nem vagyunk még elég élesek, nem vagyunk még elég frissek a mérkőzések erejére, viszont az mindenképpen alátámasztja, hogy jó úton járunk, hogy két mérkőzést is 10 emberrel tudtunk megnyerni, úgyhogy végigbírtuk erőben a mérkőzéseket. A megyei bajnokságokban egyedülálló módon a tarpaiak pénteken villanyfénynél játsszák hazai meccseiket. Márton István szerint a szurkolók körében sikert aratott a kezdeményezés. Sokan kérdezik, hogy miért jó ez nekünk, hogy mi péntek este szeretnénk játszani. Aki most látta a Fehér Gyarmat mérkőzésünket, és talán kicsit sokan csodálkozva olvasták az újságba, hogy 450-500 néző volt a hazai meccsünkön, az most megérthette. A környékről az összes csapat, játékosok, sportvezetők, akár a megyéből is többen eljöttek megnézni a meccsünket. Én azt gondolom, hogy igazi futballmeccs hangulata volt, villanyfénybe, sok néző előtt. Én azt gondolom, hogy ez plusz előtt ad minden játékosnak, akár a nézőknek is egy nagyobb élmény. A Tarpára szombaton újabb nehéz mérkőzés vár, mivel a 100%-os listavezető Nyír Gyula otthonában lép pályára Márton István együttese. Most pedig híradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ünnepélyesen is átadták ma a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárutat. A Szabolcsi megyeszékhelyről induló kerékpárút 2,6 milliárd forintból épült meg. A beruházásnak köszönhetően Nyíregyháza Tokaj között már 30 km hosszú, egybefüggő kerékpárúton közlekedhetünk. A fejlesztés a Rakamasz, Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Nyíregyháza település közigazgatási területét érinti. 5,3 milliárd forint értékben nyert 30 Szabolcs megyei oktatási intézmény uniós támogatást az úgynevezett Iskola 2020 programban. Az iskola fenntartó tankerületek pályázhattak többek között tantermek korszerűsítésére és bővítésre, taneszközök beszerzésére, tornatermek építésére vagy felújítására. A 81 milliárd forintos uniós keretből az országban 400 település oktatási intézményében javulhat az oktatás infrastruktúrája. Összesen 14,1 milliárd forintot utalt a hallgatóknak a Diákhitelközpont 2016-ban. Az elmúlt években már több mint 380 ezer diáknak biztosítottak pénzügyi segítséget felsőfokú tanulmányaik alatt. A Diákhitelnek nincs rögzített futamideje, azonban minden diáknak el kell kezdeni a törlesztést 4 hónappal az utolsó aktív tanulmányi fél év befejeztével. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 31-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Az ország nagy részén még a felettünk lévő meleg levegő alakítja az időjárást, nyugaton viszont már a közeledő hidegfront is érezteti hatását. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan derült idő várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, majd késő délutántól a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton már a felettünk hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat. Sok lesz a felhő, délután már kiadósabb csapadék várható. Vasárnap és a jövő hét elején egy mediterrán légörvény hatására borongós, esős, még az ilyenkor szokásosnál is hűvösebb idő várható. A jövő hét közepén már javulásra számíthatunk, egyre több lesz a napsütés, a hét második felében már nem valószínű csapadék. Pár fokkal emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.